Utána egy pillanatra elgondolkodott, és eszébe ötlött, hogy ez fordítva is lehet. Talán inkább ő alkalmazkodott az állataihoz. Meg volt győződve róla, hogy megértik, amit hozzájuk beszél. Ezért időnként felolvasta nekik a könyveiből azokat a részeket, amelyek különösen megragadták, vagy pedig megosztotta velük, hogy mi a szép a magányos pásztor életben, meg hogy mi újat látott azokban a városokban, ahová eljutott. Az utóbbi időben azonban semmi másról nem beszélt nekik, csak is egy kereskedő lányáról, aki abban a kisvárosban lakik, ahová négy nap múlva fognak érkezni. Egyszer jártott csupán a múlt évben. A kereskedő kelmét árult a boltjában, s az volt a kívánsága, hogy a juhokat a szeme láttára nyírják meg, nehogy becsapják. A pásztor fiú az egyik barátjától hallott róla, s elvitte hozzá a juhait. Gyapjút hoztam eladni, mondta a kereskedőnek. A bolt azonban tele volt emberekkel, és a kereskedő arra kérte a fiút, hogy várjon estig. Így aztán Santiago leült egy kőre az üzlet előtt, és a zsákjából elővett egy könyvet. Nem gondoltam, hogy a pásztorok is olvasnak könyvet, szólalt meg egy leány hang mellette. Jellegzetes andalúziai lány volt, vállára omló fekete hajjal, s a hajdani múr hódítókat idéző szemekkel. Mert az ember többet tanulhat a juhoktól, mint a könyvekből, válaszolta Santiago. És azután még több, mint két óra hosszat beszélgettek. A lány elmondta, hogy a kereskedő az apja, és beszélt neki a vidéki életről, ahol az egyik nap éppen olyan, mint a másik. A fiú pedig az andalúziai tájról beszélt, meg arról, mi újat látott azokban a városokban, ahol legutóbb megfordult. Felvidította, hogy mással is beszélgethet, nem csak a juhaival. Tulajdonképpen hol tanultál megolvasni? Tette föl a kérdést egyszer csak a lány. Ahol a többi ember, felelte Santiago, az iskolában. De ha tudsz olvasni, miért nem mentél valami másnak, mint pásztornak? Santiago elterelte a szót. Tudta, hogy a lány úgy sem értené meg. Elmondta aztán neki, milyen kalandokban volt része útjai során, és a kis mór szemek hol hunyorogtak, hol tágra nyíltak a csodálkozástól és a meglepetéstől. Ahogy telt az idő, a fiú egyre inkább azt kívánta, hogy a nap sose érjen véget, hogy a kereskedő ki se látszon a munkából, és legalább három napig várakoztassa őt. Rádöbbent, hogy olyasmit érez, amit eddig soha ezen a helyen kell maradnia örökre. Ezzel a fekete hajú lányjal minden nap más és más lenne. De a kereskedő végül mégis odajött és felajánlotta neki, hogy négy juhot nyírjon meg. Utána rögtön fizetett, és azt mondta a fiúnak, hogy a következő évben jöjjön el megint. Most tehát mindössze négy nap és új bolott lesz a városkában, Örült is, de ugyanakkor félt, hogy a lány már elfelejtette őt, hiszen nem ő az egyetlen, aki oda jár gyapjút eladni. Nem fontos, mondta a Juhainak. Én is ismerek más lányokat más városokban. A lelke mélyén azonban tudta, hogy fontos. És hogy minden pásztor, tengerész vagy vándorkereskedő ismer egy olyan helyet, ahol él valaki, aki képes elfelejtetni vele a szabad vándorlás örömét. Hajnalodott, s a pásztor kelet felé indult a juhaival. A juhoknak sosem kell határozniuk semmiben, gondolta. Talán ezért ragaszkodnak mindig hozzám. Csupán élelemre meg vízre van szükségük. És mindaddig, amíg tudni fogja, merre vannak Andalúziában a legjobb legelők, örömmel követik őt. Cserébe bőséggel adják a gyapjukat, a társaságukat, és néha a húsukat is. Ha egyszer csak megszállna a rossz szellem, és elkezdeném agyonütni egyiket a másik után, azt is csak akkor vennék észre, ha már alig maradna a nyájból, gondolta. Santiago elcsodálkozott, hogy miféle gondolatai támadnak. Lehet, hogy ez a templom közepében a fügefával el van varázsolva. Talán ez okozza, hogy már másodszor ugyanazt álmodta, és ez ébresztette föl benne a haragérzését hűséges társai iránt. Ivott egy kis bort, ami az előző vacsoráról maradt, és jól beburkolózott a köpenyébe. A pásztor fiú az alatt a két év alatt, amíg az andalúziai mezőket járta, megismerte a vidék minden szegletét, és éppen ez volt életének értelme, a vándorlás. Azt tervezte, most majd megmagyarázza a lánynak, hogy közönséges pásztor létére miért tud olvasni. 16 éves koráig a szemináriumban tanult. Szülei azt akarták, hogy pap legyen belőle. A juhokhoz hasonlóan csak az ételért, meg az innivalóért dolgozó egyszerű falusi család büszkesége. Ezért aztán latint, spanyolt, meg hittudományt tanult. Csak hogy kiskorától fogva arra vágyott, hogy megismerje a világot. Amit sokkal fontosabbnak érzett, mint hogy Istent vagy az emberi bűnöket ismerje meg. Egy szép napon aztán hazament a szüleihez, összeszedte a bátorságát, és megmondta az apjának, hogy nem akar pap lenni. Világot akar látni. Ebben a faluban már az egész világból megfordultak emberek, fiam, mondta neki az apja. Valami újat keresnek, de ők maguk mindig ugyanazok maradnak utána is. Fölmennek a hegyre, hogy megnézzék a várat, és úgy látják, hogy azelőtt jobb volt, mint most. Akár világos a hajuk, akár sötét a bőrük, ugyan olyanok, mint itt a falu beliek. De én nem ismerem az ő váraikat otthon, ellenkezett a fiú. Amikor ezek az emberek meglátják a mi földjeinket és a mi asszonyainkat, azt mondják, hogy szívesen élnének itt örökké, folytatta az apa. Én viszont meg akarom ismerni az ő asszonyaikat és az ő tájaikat, mondta a fiú. Hiszen ők sohasem maradnak itt. Azoknak az embereknek tele van a zsebük pénzzel, tette még hozzá az apa. Mi felénk csak a pásztorok járják a világot akkor pásztor leszek. Az apja már nem szólt semmit. Másnap adott neki egy erszényt, benne három spanyol aranypénzzel. Egyszer a mezőn találtam őket. Az egyháznak akartam adni, hozományod gyanánt. Vegyél rajta nyájat, és vándorolj a világban, amíg csak rá nem jössz, hogy a mi várunk a legerősebb, és a mi asszonyaink a legszebbek. Ezzel megáldotta őt. Santiago kiolvasta az apja szeméből, hogy ő is szívesen nekivágott volna a világnak. És ez a vágya nem csillapodott, hiába próbálta évtizedeken keresztül elfolytani étellel, itallal, meg a fedéllel a feje fölött. Az ég alja vörösre váltott, majd felkelt a nap. A fiúnak ismét eszébe jutott a beszélgetés az apjával, és jó kedvre derült. Már sok várat és sok asszonyt látott, de olyan lányt soha, amilyet két nap múlva újból megpillant. Van egy köpönyege, egy könyve, amelyiket másikra cserélhet, meg egy júnyája. A legfontosabb azonban, hogy minden nap megvalósul életének nagy álma. Járja a világot. Amint elege lesz az andalúziai mezőkből, eladhatja a juhokat, és elmehet tengerésznek. Aztán, ha majd elege lesz a tengerből, addigra már egy csomó várost, egy csomó asszonyt és egy csomó lehetőséget fog ismerni, amelyek segítségével boldog lehet. Nem tudom, hogyan keresik az Úristent a szemináriumban, gondolta magában, miközben a felkelő napot figyelte. Mindig, amikor csak lehetséges volt, olyan utat választott, amelyen még nem járt. Ebbe a templomba még soha nem ment be, noha már annyiszor elment mellette. A világ nagy és kimeríthetetlen, és ha csak egy kicsit is engedné, hogy juhai vezessék, bizonyosan több érdekes dolgot fedezne föl. A baj csak az, ők egyáltalán nem is tudják, hogy minden nap másfelé járnak. Nem veszik észre, hogy mindig másik legelőn vannak, vagy hogy az évszakok váltogatják egymást, mivel csak az élelemre meg a vízre figyelnek. Lehet, hogy mindannyian ezt tesszük. Elmélkedett tovább. Még én is. Hiszen attól fogva, hogy megismertem a kereskedő lányát, nem gondolok más nőre.